Üdv mindenkinek, itt Görög Ádám és Isten hozott egy újabb Tacit Project videoblogban. A mai videóban megmutatom azt, hogy hogyan tudjuk egy relatíve bonyolult online vállalkozásnak az alapjait megteremteni, és ehhez kiválasztottam egy olyan vállalkozás ötletet, amit szerintem relatíve nehéz másolni. Tehát itt most nem arról lesz szó, hogy csináld ezt, és már is lesz egy működőképes vállalkozásod, de abszolút mindenkinek érdemes gondolkoznia a márkaépítésen és a pozícionáláson. Webshopról lesz szó, tehát elkereskedelemről beszélünk, és tényleg bármilyen elkereskedelmi területen gondolkozol, vagy tervezgetsz, vagy dolgozol éppenséggel, mindenképpen érdemes lesz megfontolni, hogy ezek az elvek hogyan működnek a te területeden. Vágjunk bele, tehát az egyik vállalkozás ötlet a 30-ból, amit javasoltam, a divat kiegészítők árulása volt. Órák, napszemüvegek, pénztárcák, karkötők, táskák és a többi. És ugye, ahogy jeleztem, a divat cikkekkel általában van néhány probléma jellemzően online. Hogyha ruhákat árulsz, akkor nagy készletet kell tartani, tehát különböző méretekből, különböző színekből. Ezen kívül pedig nagy a visszaváltási arány abból kifolyólag, hogy ugye sokszor képen máshogy néz ki valami, mint élőben, és az embereknek nincsen lehetőségük megfogni a terméket, tehát sokszor visszaküldik ezeket. Viszont ezt a hibát el tudjuk kerülni facövek egyszerűen, hogyha divat kiegészítőkre koncentrálunk. És különösen az óráknál az elmúlt években lejátszódott egyfajta forradalom. Tehát megjelent egy csomó kis márka, amik relatíve kis idő alatt nagy-nagy sikereket tudtak felmutatni, elsősorban azért, mert közösségi médián ezeket nagyon jól el lehet adni. Tehát ugye az óra az egy nagyon vizuális termék, nagyon meghatározó valakinek a megjelenésében, és éppen ezért Instagramon és Pinteresten sok-sok ilyen terméket el tudtak adni. Ma már egy órát előállítani nagyon olcsó, és éppen ezért nagyon nagy profitot lehet rátenni. Viszont még annál is inkább nagy profitot lehet rátenni, mert ezt a terméket jellemzően nem akarják az emberek olcsón megvásárolni. Megismétlem, tehát vannak olyan termékek, amiket kifejezetten nem akarnak olcsón megvásárolni az emberek. Hogyha te olcsón próbálod eladni, akkor nagyon nagy nehézségekbe ütközöl, mert ugye az emberek azt fogják gondolni, hogy biztos valami probléma van vele, biztos azért ilyen olcsó, mert gagyi, miközben, hogyha nevetségesen egyszerűen árat emelsz, akkor ezek a nehézségek megszűnnek, mert ugye azt fogják gondolni, hogy akkor ez biztos egy jó minőségű termék. Az egész luxusipar erre a jelenségre épül, amit szerintem már mindannyian felismertetek valamilyen formában, és a lényeg az, hogy ha az emberek érzelmi döntést hoznak egy termékkel kapcsolatban, akkor ezt kiválóan fel tudjuk használni. Nyilvánvalóan nem fog ez működni minden terméknél, különböző műszaki cikkeknél például egyértelműen nem fog, vagy nagyon közönséges termékeknél, amit ugye bármilyen boltban meg lehet vásárolni, és abszolút semmilyen érzelmi impulzus nincsen ezzel kapcsolatban, itt nem fog működni. De a külsővel kapcsolatos termékek, a divatcikkek ugye abszolút ide tartoznak, ezekkel kapcsolatban jellemzően igen jól ki lehet használni. És ezért nem igaz a gyakori kifogás, hogy mégis miért akarnának az emberek tőlem kínai vacakokat megvásárolni, amikor a boltban is meg lehet ezeket venni hasonló áron. A lényeg, hogy válasz ki olyan termékeket, amikhez egy kifejezetten magas ár kapcsolódik az embereknek a fejében, és utána kérd el ezt a megfelelően magas árat. És ezekre a termékekre tudunk építeni egy márkát, és ezért beszélünk erről a mai videóban. Egy márkát felépíteni jellemzően hosszú és bonyolult feladat, tehát szó sincs arról, hogy ez az egész egyszerű lenne. De hogyha valaki eléri ezt a célt, akkor kapásból magasabb árakat tudunk elkérni, kapásból visszatérő vásárlóink lesznek, és az emberek foglalkozni fognak az oldalunkkal, visszatérnek, és elképzelhető, hogy ajánlják azt, ami ugye azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan megvásárolnunk a forgalmat. Ez egy hatalmas dolog egyébként. Tehát még egyszer, bonyolult feladatról van szó, de nagyon kifizetődő megoldani ezt a problémát. És a 21. században az az igazán szép, hogy egy márkának a felépítéséhez könnyen elképzelhető, hogy csak egy meglévő terméket újra kell csomagolnunk, vagy pedig bele kell gravíroznunk egy meglévő termékbe a logónkat. Szóval az elmúlt egy évben rengeteget keresgéltem különböző piacokon, mivel ugye rengeteg különböző területen segítek az embereknek elindítani a vállalkozásokat, és nekem ehhez ismerni kell ezeket a piacokat. Ez alatt az idő alatt találtam egy csomó-csomó olyan divat kiegészítőkkel foglalkozó márkát, amik kis márkák, csak pár éve indultak el. És ugye ez azért fontos nekünk, mert nyilván nem tudunk következtetéseket levonni egy 20 évvel indult nagy márkából. Viszont hogyha valaki pár év alatt eredményeket tud felmutatni, akkor már meg tudjuk nézni, hogy mégis milyen célközönséget választottak ki, milyen üzenetekkel jutottak el hozzájuk, és ez számunkra aranyatérő információ. Az egyik, amit talán a legjobbnak tartok, a thefifths.co nevű oldal, ami órákkal, napszemüvegekkel, táskákkal foglalkozik, egy kifejezetten minimalista stílusban.
Szerintem ez több okból is egy nagyon klassz oldal, úgyhogy szeretnék is 50 másodperc alatt 5 darab olyan dolgot felsorolni, amit érdemes mindenkinek átvennie. Sok eszközt használnak, hogy emeljék a termékeknek a feltételezett értékét, például órákat neveznek el New York város részeiről, ahol élni ugye sok városi nőnek az áloméletet jelenteni. Másodszor stílus szabályok vannak feltüntetve az oldalon. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyszerű pozícionálási lehetőség, hogy kinek jók ezek a termékek és kinek nem. Van egy nagyon jó pofa vásárlói klubjuk, amit családnak hívnak, és minden hónapban limitált kiadású termékeket adnak el, és van egy nyereményjáték is minden hónapban, ez pedig azt jelenti, hogy az emberek, akik regisztráltak, emlékezni fognak az oldalra. Együttműködnek egy csomó Instagrammerrel, és amikor utaznak, ők fotókat készítenek az órákról különböző egzotikus helyeken, így össze van kapcsolva a termék azzal az éles stílussal, amire nagyon sokan vágynak. És végül ezek a termékek olyanok, amik egy megengedhető luxust jelentenek. Minden olyan termék, ami megengedhető luxus, lényegében a tökéletes fogyasztói cikk, és itt jó pár olyan dolgot láthattok, ami impulzus vásárlás az embereknek. Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk mindezeket az eredményeket reprodukálni. Na most nem javaslom azt, hogy próbálja nulláról felépíteni egy ilyen divatcikk márkát, mert nagy tőkét igényelne, és minden bizonnyal sok-sok időt. Viszont, hogyha van egy meglévő terméked, és azon gondolkozol, hogy építesz köré egy márkát, ez már jó eséllyel igen komoly extra profitot nyújt a számodra. Egy másik lehetőség, hogy egy gyűjtő oldalt hozol létre. Tehát készítesz egy oldalt, ami meglévő termékeket válogat össze, és ezáltal megragadod az emberek fejében azt a gondolatot, hogy ez egy kiváló ár-értékarányú termékre egy gyűjtő oldal, ahova mindig tudnak fordulni, és megtalálják azt, egy adott réspiac mindig megtalálja azt, amire nekik aktuálisan szükségük van. Ez szintén egy komoly hozzáadott értéket tud jelenteni. Nézzük, hogy mit főztünk. Ugye nagyon gyorsan kreáltam egy nevet és egy logót az MBMT óramárkának a mintájára, de én még erősebben szeretnék építeni erre a városi éles stílusra, amiről már ugye korábban is beszéltem. Ennek a márkának a fő célcsoportja azok a nők, akik egyetemisták, vagy pályakezdők, és jellemzően vagy magasabb jövedelmű családból származnak, vagy ő nekik maguknak van magasabb jövedelmük. És mivel ugye én a Corvinuson végeztem, elmondhatom azt, hogy ha már nem volt más haszna ennek az egyetem elvégzésének, de legalább eléggé sok időt töltöttem ilyen nőkkel, és most már azért van egy eléggé kialakult képem, hogy milyen ajánlatokat vásárolnának meg, és egyáltalán hogyan kellene ezeket az ajánlatokat eljuttatni hozzájuk. Tehát ők lesznek a fő célközönség. Persze totálisan elképzelhető, hogy mások is vásárolnak, nagyon sok lehetséges vásárlói csoport van, de az a lényeg, hogy mindenképpen legyen a fejünkben egy csoport eleinte, akikre kiegyezzük az ajánlatokat, a marketing üzeneteket, és amikor abból már sokat-sokat tanultunk, akkor lehet bővíteni, hogy mégis milyen emberekre szabjuk az ajánlatainkat. Egy gyakori hiba szokott lenni, hogy sokan azt gondolják, hogy egy webshopban rengeteg termék kell, hogy legyen. Mert ugye hülyén néz ki, hogyha csak 5-6 terméked van, és úgy üresnek tűnik az oldal. Ez egyáltalán nem igaz. 2-3 terméket is nagyon-nagyon szépen el lehet igazgatni egy kategória oldalon, hogyha nem ragaszkodsz ahhoz a megoldáshoz, amit általában a webshopok csinálnak, ugye, hogy sok-sok terméket felsorolnak egymás mellett, és csak termékképek látszanak. Szerintem pont így érdemes gondolni az oldaladra, mint egy kurált lista. 6-10 termék, amik a legjobb árértékarányúak egy adott területen, és ez már egy nagyszerű pozícionálás, érdemes mindenképpen így indulni. Ugyanazokat a megoldásokat, amiket a TheFifth.co-nál láttunk, igazából rövid idő alatt meg lehet építeni, hogyha tudod, hogy mit csinálsz. Nem ez a probléma. A probléma sokkal inkább az szokott lenni, hogy élettel töltsük meg a vállalkozásunkat. Tehát tartalmat készíteni, közönséget építeni, közösségi média kampányokat csinálni, ügyfélkapcsolatokat építeni. Ez időt és pénzt vesz igénybe, ami jó eséllyel jelen pillanatban nem igazán áll a rendelkezésedre. Tehát mindenképpen érdemes átvenni bizonyos gondolatokat, viszont el kell fogadni, hogy eleinte az első vállalkozásnál ugye az egyedi termék vagy a márkaépítés annyi lesz, hogy újra csomagolsz egy meglévő terméket, vagy mondjuk összeállítasz egy kurált listát. Utána a második vállalkozásodnál már sokkal több erőforrásod lesz, és igazán jól bele tudsz vágni ebbe is. Nagyszerű minőségű termékekkel tudsz dolgozni majd. Szóval ezek lettek volna a tippjeim, hogy mégis miért érdemes márkát építeni, hol keresgéljünk megoldások után, milyen ügyfélszerző és márkaépítési megoldásokat tudtok keresni különböző oldalakon, és hogyan tudjátok minimális erőforrásokkal is beépíteni az oldalatokba. Én úgy gondolom, hogy számtalan mindenen érdemes elgondolkozni, hogy hogyan tudod beépíteni a leendő vagy meglévő elkereskedelmi oldaladba. Őszintén remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, hogyha így van, akkor hagyj rajta egy lájkot, és mivel hamarosan még a következő napokban vissza fogunk térni erre a weboldalra, ugye szándékosan nem osztottam meg még a linkjét, ezért mindenképpen iratkozz fel, nehogy lemaradj róla. Hamarosan ismét találkozunk, és addig is a legjobbakat!